A Duna-Szentgyörgyi ülésen beszámolt aktualitásaikról dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. Ügyvezető igazgatója, majd ezt követően egyeztetett a társulás fontos ügyeikről. A TEIT-nek három olyan célkitűzése is van, amely a koronavírus ellenére is halaszthatatlan, és kötelezettségeiknek eleget kell tenni. Most jelenleg a társulás azzal küzd, hogy azokat a felcímkézett anyagi forrásokat, amivel feladatok el megtölteni, hogy hogyan tudjuk felhasználni, hogyan tudjuk átalakítani, hogyan tudjuk átcsoportosítani valamit, amit nem lehet a következő évre átvinni, de mégis a feladat el kellene látni. A költségvetésüket módosítani kényszerültek, hiszen ezeket a működésükhöz kellett igazítani. Idén Fehér-Oroszországba tervezték tanulmányútjukat, amelyen a Paks 2 testvérblokkjaival ismerkedtek volna. A szakmai utat 2021-re halasztották. Belföldi szakmai útjukat Bátapátiba tervezik, hiszen több település vezetője még nem ismeri a létesítményt és fontos szereplője hazánk nukleáris életének. Az ellenőrző bizottság is egyeztetett következő programjukkal kapcsolatban. A TEIT nap megszervezése szintén kötelezettségük, amelyet a pandémiás helyzethez igazítva tervezik lebonyolítani decemberben. Három variáció, amit előkészített az erre megfogadott és szerződött partnerünk, hogy egy a TEIT által fontosnak tartott szakmai beszámolóval, interjúkkal, miniszter úr, Süle János miniszter úr által adott interjúval és egy összefoglaló tájékoztatót szeretnénk kibocsátani minden településre, azokat már a polgármesterekre, művelődési házak vezetőire, azokat a kulturális szakemberekre bízzuk, hogy minél nagyobb rétegben tudják elérni ezt az ott élő lakosok, valamint a gyerekeknek a TEIT által kibocsátott, forgalmazott, vagy hogy mondjam, tehát amit ilyen ajándék kis tárgyakat szeretnénk egy kicsit feldobni a karácsony előtti időszakot, egy ilyen kis aprósággal. Dunapataj korábban nyújtott be kérelmet a társuláshoz, hogy szeretne azokban az anyagi támogatásokban részesülni, amely a törvény szerint őket megilleti. A társulás napirendi pontra vette, megvitatta, elküldték a megfelelő iratot az illetékes szervezetnek. Az arra kapott választ ismertették az ülésen. Dunapataj jelezte, 30 napon belül meg fogják tenni a megfelelő észrevételt a társulás felé.